Tizedik fejezet. És láttam egy másik, erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt töltözve, és a fején szivárvány volt, és az ő orcája olyan volt, mint a nap, és a lábai, mint a tűzosszopok, és a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tette a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre, és kiáltott nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít, és mikor kiáltott, megszólaltatta a hét mennydörgés az ő szavát. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akartam írni. De az égből szózatot hallottam, amely ezt mondta nékem, pecsételt be, amiket a hét mennydörgés szólt, és azokat meg ne írd. És az angyal, akit láttam állani a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön-örökké él, aki teremtette az eget és a bennevalókat, és a földet és a bennevalókat, és a tengert és a bennevalókat, hogy idő többé nem lesz, hanem a hetedik angyal szavának napjaiban. Mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szólt nékem, és mondta, menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmentem azért az angyalhoz, mondván néki, adnékem a könyvecskét és mondta nékem, vedd el, és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, de mikor megettem azt, megkeseredett az én gyomrom. És mondta nékem, ismét prófétálnod kell néked, Sok nép, nemzet, nyelv és királyok előtt. 11. fejezet és adtak nékem veszőhöz hasonló nátszálat, és angyal állt mellém, és mondta, kej fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak, de a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem ért, mert a népeknek adatott, és a szent város tapodják 42 hónapig. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Isten előtt állanak. És ha valaki akarnékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akarnékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen, és van hatalmuk a vizeken, hogy azokat véré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják és mikor elvégezik az ő bizonságtételüket, a mélységből feljövő fenevat hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket, és az ő holtesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett és a népek és ágazatuk és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holtestét három és fél nap, és azoknak holtestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két proféta gyötörte a földnek lakosait de három és fél nap múlva életnek lelke adatott Istentől ő beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték, és hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe felhőben, és látták az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban hétezer ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljő. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondták. E világnak országai, a mi urunkéi, és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön, örökké uralkodik. És a huszonnégy vén, aki az Isten előtt ült az ő királyi székeiben, esett az ő orcájára, és imádta az Istent ezt mondván. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezethez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják és megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások, szózatok, mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső.